Sziasztok! Hát, hogyan? Nem tudom bizonyítani, hogy tényleg megkaptam az oltást, csak egy ilyen papírkát kaptam, amit szoktam fordítva tartani, ami azt írja, hogy oltási beteg tájékoztató, kérik hozza magával legközelebb is. A lényeg az, hogy benne van, nem nyitom ki, mert benne vannak az adataim, de megkaptam az oltást. És élek. Ez már több órával ezelőtt volt, és még mindig élek. Egy dologra tudok gondolni, hogy lehetséges az, hogy még mindig élek. Szerintem itt nincs 5G térerő. Ha lenne 5G, akkor tökéletesen be lehetne kapcsolni a chipet, amit belém ültettek, de 5G nélkül ez nem fog menni. Hát szurkolok, hogy valakinek sikerüljön az 5G hálózatot építeni itt. Nem tudom, hogy ki lesz az, de valamikor el kell jönni annak, hogy bekapcsolják, hogy lekapcsolják az embert. Na, de a lényeg az, hogy megkaptam az oltást, semmi bajom nem volt. Elmentem ugye, először a postára mentem, leadtam egy csomagot, és akkor utána elmentem a orvoshoz, ott váróban kellett lenni, annak nem örültem, mert ugye voltak azért körülöttem, és hát feszéltem, hogy nem nagyon szeretek így emberek között, nem főleg nem Covid idején, na mindegy, influenza idején is, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy behívtak, elmondta az orvos, hogy kérdezte az orvos, van-e kérdésem. Mondom, nem, mindennek utána olvastam. És akkor hát jó, de azért elmondja, hogy nincsen bizonyított összefüggés a hírekben hallott halálesetek meg a vakcina között. Teljesen biztonságos, minden elmondta szépen. Aztán, hát még így ugye kérdezgetett egy-kettő dolgot, hogy biztosan megkaphatom-e a vakcinát, hogy nem lesz bajom, tehát hogy nem lehetek-e rá allergiás, milyen allergiáim vannak, voltam-e, volt, hogy elájultam, mikor, milyen műtéteim voltak, stb. Aztán azt mondta, hogy megkaphatom. Megkaptam, egy olyan 6 percig voltam a orvos mellett, utána mondta, hogy menjek ki a váróba, és akkor még maradjak ott egy fél órán. És még ott maradtam egy fél órán. És nem volt semmi bajom. Igazából, amikor beadta az injekciót, még azt is el tudnám hinni, hogy nem adott be semmit. Annyira nem éreztem semmit. Tehát, hogy így, amikor belém szúrta, meg amikor kivette, nem éreztem semmit se belőle. Tehát, hogy így azt éreztem, hogy rajta van a keze, gondolom valahogy tartotta, de az, hogy a tű belemegy, a tű kijön, vagy még nyom is bele valamit, na hát azért semmilyet nem éreztem. Se nyomás, se semmi, se viszketése. Utána annyi, hogy utána megnéztem a vattapamat, és láttam rajta egy piros pöttyöt, ami málnaszörp is lehetne. Szóval elméletileg véreztem nem tudom, hogy egy csöpnyit se, tehát lényegében egy csöpnyi vér sem jött ki. Annyira könnyűen, gyorsan ment, és utána se volt semmi bajom. Mondom, nincsen, talán itt Zuglóban nincsen jó 5G lefedettség, mert eddig még nem volt. Lehetséges, hogy holnapra kiépítik az 5G-t, ugyanis az emberek nagy része, nekünk is az is, hát inkább az anyukámnak az ismerősi körében, mert többen kaptak azt az enekát, 5-ből 3 ember találkozott 5G hálózattal valószínűleg, mert 5-ből 3 lebetegedett, és én is attól tartok, hogy 6-ból 4 leszek. Szóval, hogy holnapra lázam lesz, meg rosszul leszek, de mondta a házi orvos, hogy nyugodtan vegyek be a Gopirint előtte, vagy utána, közben. Tehát ha már érzem, hogy kicsit rosszabbul leszek, vagy nyugodtan vegyek be a Gopirint. Nem gond. És hogy 4 óránként vehetek be, ha úgy van. Szóval, ja, hát igen, ennyi, kíváncsi vagyok a holnapra, hogy mi lesz velem, mennyire fog megviselni az éjszaka,
nem vagyok jó, amikor a láz kell. A hőemelkedésen nagyon rosszul vagyok, lázra egy kicsit jobban. Tehát, hogyha egy lázam van, magasabb láz, de ez mondjuk betegségtől is függ, de általában van egy olyan hőemelkedés szint, amit lehet, hogy más észre se vesz. Én viszont akkor meghalok. Viszont lehetséges, hogy van 38 fok környékén, én észre se veszem, hogy lázas vagyok. 38 fok fölött már igen, de 37-1, 37-2, én meghalok. 37-1, 32, meg se bírok mozdulni, pörgök, izzadok, minden bajom van. Így a totál haldoklás a 37-2. Szóval, hogyha lesz valami, akkor remélem, hogy egy kicsit túllépem a hőemelkedés, és észre se veszem. Ja, szóval karommal semmi, és nekem sincsen így semmi bajom, ne is legyen, ezt mondom, ezértől függ. Jött is komment, hogy az AstraZeneca-t bevoltani, ez a betiltják egy csomó országba, meg meghalnak az emberek tőle, meg minden. Ebben igazából azért nem akarok foglalkozni, mert hogyha már a alapvető különbségnek a ismerete nincs meg, hogy mit jelent az, hogy felfüggeszteni, és mit jelent az, hogy betiltani, akkor nem én leszek a irodalom tanára az embernek, tehát vagy nem is a magyar nyelv tanára az embernek, tehát beszélek lényegében három nyelvet, de a hülyékét nem tudom. Tehát, hogy így, az nem, nincsen a negyedik között, tehát, vagy a három között, ez így nem megy. De mindegy. Szóval, ja, ennyi. Ennyi a dolog. Kíváncsi vagyok, eddig amúgy tényleg van 4 órája megkaptam szerintem. 16, 7, 16, nem, 3, 3. Na jó, ez az estén még el leszek, aztán majd úgyis jelentkezem, mert megígértem, hogy jelentkezni fogok. Jó? Aztán, hát mindenki vigyázzon magára. Én eddig vigyáztam magam. Én nagyon példaértékű karantén állampolgár voltam. Olyan, ami szerintem kitüntetés, tényleg annyira példaértékű karantén állampolgár voltam. Szóval kicsit örülök, hogy fellélegezhetek majd egy-két hét múlva, és kicsit kimegyek majd az emberek közé, vagy az emberek közé, hogy városba sétálni, fényképezni. Micsoda lehetőségek. Aztán meg utazni. Kerületen kívül nem igazán voltam sehol se az elmúlt egy évben. A legmesszebb távol, mivel mentem a papagájt vinni az orvoshoz. Ja. De szerencsére jól van, szóval most már csak többször kellett vinni. Na mindegy. Ennyi lényegében. Majd jelentkezem tényleg, ez már csak süket duma, nem része a Covid élménynek, vagy a oltás élménynek, vakcina élménynek. Nem, pepe, hari, hari.